Na akkor én köszöntök mindenkit, aki itt megjelent a mai nap folyamán. Tehát mi az Atommagkutató Intézetből jöttünk. Az Atommagkutató Intézet a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézete, amely itt található meglepetésre Debrecenben. A BEM tér környékén nagyon egyszerűen megtalálhatja mindenki, aki valamiért éppen szeretne valami fizikával kapcsolatos dologgal foglalkozni. A pályázat, ami lehetővé tette nekünk, hogy most itt előadjunk nektek, itt a számát azt olvashatjátok ezen a kivetítőn, ezt most nem fogom nektek felolvasni. A nevét sem, a pályázat neve nekünk csak megérthető, elérhető fizika, röviden MEF. Az apropó, ami miatt ez lezajlik ez az előadás, hogy ez a Fahrenheit nevű német-alföldi fizikával is foglalkozó úriember éppen 300 évvel ezelőtt, 1714-ben alkotta meg a higanyos hőmérőt. Tudtok-e valamit a higanyos hőmérőről? Igen? Higany van benne. Mit tudsz a higanyról? Folyékony fém. Ezen kívül? Ezen kívül egészségügyi hatása van neki? Nem egészséges, vagyis ártalmas. Nagyon jó, ezért már rögtön meg is érdemelsz egy cukorkát. Parancsolj! Tehát így van, a higany az egészségre nagyon ártalmas. Tört-e már otthon valaki higanyos hőmérőt közületek? Mondjuk te, mit csináltatok a eltört higanyos hőmérővel? Hogy? Fölsöprögettétek? Eltört, nyilván az üvegeket kidobtátok a kukába, de mit csináltatok a higannyal? Ami ott szerte szét futkározott a lakásban. Semmit? Hát ez nagyon-nagyon komoly probléma. Ugyanis a higanygőz az nagyon erősen, még egyszer mondom, nagyon erősen mérgező. Így van. Tessék? Hát ez nagyon szuper, pontosan ezt kell tenni, ez a valamilyen anyag valószínűleg kénpor lehetett. Tehát, hogyha eltöröd otthon a higanyos hőmérőt, mit kell csinálni azonnal? Rohansz az ablakhoz, kinyitod az ablakot, hogy szellőzés legyen. Miért fontos ez? Mert a higany gőzölög, annak ellenére, hogy ő fém, de folyékony, és gőzölög is. Tehát rögtön ki kell nyitni az ablakot, ez az első legfontosabb, hogy szellőzés legyen. Aztán rohansz gyorsan a konyhába, kinyitod a konyhaszekrényt, előkapod a kénport, a só és bors mellől, és fogod gyorsan rászórod a higanyra, mert ugye a higany a kénnel higany szulfidot alkot, ami már annyira nagyon nem mérgező, de azért még mindig nem szeretjük túlságosan a természetben, és aztán azt szépen úgy össze lehet úgy nagyjából söprögetni, és aztán veszélyes hulladékként kezelendő, ez nagyon fontos, nem lehet ám csak úgy a kommunális hulladékba kidobni. Na most, ami nagyon fontos, hogy porszívózni, még csak véletlenül se porszívózzuk össze. Miért? Hát a porszívó benne lesz az egy rész, de a porszívót ki... Igen? Nagyon helyes, így van, a porszívó még jobban szétcsapja a higanygőzt a lakásban. De mit okoz a higanymérgezés? Hát a higanymérgezés elsősorban, hát ugye a szervezet fő lebontó rendszere a máj, hát elsősorban májban rakódik ki, és ott okoz károsodásokat, de a véráram lévén eljut akár az ember agyába is, ahol viszont okozhat mindenféle depressziót, meg ilyen nagyon, nagyon csúnya betegségeket. Rángásokat. Rángásokat, és így van. Képzeljétek el, volt egy munkatársunk, több volt, de ez éppen az S-rász volt, ő ukrajnai egyébként, és képzeljétek el, hogy ahol ő lakik, Csongorban, ott mellette az egyik kis faluban a srácok, ilyen iskolás srácok, középiskolás srácok találtak a kémia szertárba egy ilyen fél kilónyi higanyt, egy ilyen üveg edénykébe. És akkor ezt úgy kicsorták, elkezdtek vele játszogatni. Játszották, de jó, folyik minden, összemegy nagy csepi, a kicsi csepp, meg minden. Szóval egyszer csak véletlenül hoppá, leejtették a földre, eltört. Mit gondoltok, mi lett a következménye? Nem fogjátok kitalálni, le kellett bontani az iskolát. Halálkomolyan mondom. Az egész iskolát. Az egész iskolát le kellett bontani, és újra kellett építeni. De most, ácsi, nem ötleteket adok. Senki ne törje össze a higanyt az iskolában, oké? Okay? Tűzriadó már elavult, igen. Na, tehát a hideg-meleg a mai témánk. Nézzük akkor, hogy hogyan is tudjuk mérni a hideget meg a meleget. Hát ugye mi kell ahhoz, hogy hőmérsékletet mérjünk? Kell hozzá hőmérő. Igen ám, de hogy csinálunk hőmérőt? Mi kell egy hőmérőhöz? Kezdjük innen. Kell hozzá ugye üvegcső, mondjuk higany, meg még valami. Mi az a még valami? Azért itt van egy kis segítség, itt fönt. Skála, nagyon jó, hát akkor egy cukorkát parancsolj, megérdemelsz.
Tehát kell hőmérsékleti skála. Na igen ám, de most jön a beugratós kérdés. Hogy csinálok én hőmérsékleti skálát? Valamihez viszonyítani kell. Valamihez viszonyítani kell, de akkor hogy adom meg a skálát? Még mindig. Tessék? Mondjuk a testhőmérsékletünk az 36. fok felmegy, és oda jelölünk 36-et, és onnan... De mi van akkor, ha lázas leszel? Ez jó lenne, hogy a testhőmérséklet, de mi lesz, ha lázas leszel? Akkor nem 36 fok lesz a testhőmérséklet, hanem mondjuk 39. Tessék? Maradjunk annyiban, hogy a víz fagyás és forrás, mondja, ezt nagyon jól mondtad, egy cukorkát érdemes, nyilván egyértelműen. Parancsolj! De a másik úriembernek is adjál már, ez a testhőmérséklet nem volt azért... Nem volt olyan rossz, akkor tessék, neked is jut egy. Tudományban jártunk már így, hogy így... Tehát mondjuk Celsius úgy csinálta meg az ő hőmérsékleti skáláját, hogy vett egy tálvizet, abba belerakott egy csomó jeget. Na most azt kell tudni az ilyen vízjégkeverékről, hogy amíg... Tessék! Hát nem nulla fok, hanem mindig ugyanaz a fok. Tehát nagyon jó, így van. Cukorkát érdemel egyértelműen, parancsolj. Tehát azt kell tudni az ilyen keverékről, hogy amíg egy icipici darab kis jég is van benne, mindig ugyanazon a hőmérsékleten van. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy addig, amíg el nem olvad az összes apró kis pici jégkocka, az mindig ugyanaz a hőmérséklet. Ezt úgy nevezzük, hogy hőmérsékleti fixpont. Ugye van egy ilyen a víz olvadáspontjánál, és a kollega már elmesélte, hogy a víz forráspontjánál ugyanez van. Igen ám. Akkor mit tudok csinálni? Akkor van két fixpontom, ugye mondjuk egy ilyen higanyos szálon két csíkot tudok húzni, meg van egy alappont, meg egy tetőpont mondjuk, és aztán fogom magam, és mondjuk Celsius azt mondta, hogy hát legyen közte százosztás. Ezért a Celsius skálán ez a két hőmérséklet 100 fok távolságra van egymástól. Ismertek-e valamilyen hőmérsékleti skálát még ezen kívül? Igen? A Kelvin. Kelvin skála. Ismersz még valamit ezen kívül? Fahrenheit, tehát van Fahrenheit, Kelvin, Celsius, még valamit ismersz-e? Van-e több? Most elárulom nektek, hogy nagyon-nagyon sok fajta hőmérsékleti skála van. A legtöbb ezekből úgynevezett tapasztalati hőmérsékleti skála, ami azt jelenti, hogy például Celsius ugye azt tapasztalta, hogy a víz forráspontja meg olvadáspontja mindig ugyanaz a hőmérséklet, ezért ő megcsinálta a skáláját. De például szó volt ugye a Fahrenheit skáláról. A Fahrenheit, tudjátok-e, hogy csinálta az ő hőmérsékleti skáláját? Na, itt azért már nem tolonganak, ha jelentkezik. Tehát Fahrenheit ő azt mondta, hát én egy akkora fura gyerek vagyok, hogy én nem szeretem a negatív hőmérsékleteket. Azt mondta, hogy ezt ő nem tudja elviselni. És kitalálta, hogy az ő skálájának az alappontja legyen az ő szülőhelyének a valaha mért leghidegebb téli napon mért hőmérséklete. És azt mondta, hogy legyen a hőmérséklet, a másik fixpont, meg mondjuk az emberi test hőmérséklete, mint ahogy te is említetted, és akkor neki ott volt a másik fixpontja. Igen ám, de hát most nem tudjuk, hogy véletlen volt-e vagy szándékos. A véletlen volt a skálában volt egy kis hiba, hogyha ez véletlen volt, akkor azért lehetett, mert például Fahrenheit éppen lázas volt, amikor megcsinálta az ő hőmérsékleti skáláját, úgyhogy egy picit magasabbra tette az emberi test hőmérsékletét, mint valójában. Vagy ez éppen szándékos lehetett, mert így éppen a skála nulla pontja és a víz forráspontja között 180 osztást került ki valahogy meglepő módon. Tehát nagyrészt a skálák azok tapasztalati hőmérsékleti skálák, viszont van egy, ami kitüntetett hőmérsékleti skála, ez pedig a Kelvin skála. Tudjátok, hogy ez miért ilyen kitüntetett skála? Tudja valaki? Tessék? Hát a víznek az Hát nem a víznek, hanem úgy általában véve az abszolút nulla foktól mér. Az abszolút nulla foktól mér, így van. Tehát a Kelvin skála az viszont a többivel ellentétben nem tapasztalati, hanem őt úgy hívjuk, hogy abszolút hőmérsékleti skála, és az azért van, mert az abszolút nulla foktól méri a hőmérsékletet. Nagyon ügyesek vagytok egyébként, le a kalappal. Na, most akkor már beszélgettünk a skálákról, kitaláltuk, hogy hogyan kell hőmérőt csinálni. Most már, hogyha valami történik, felrobban egy olyan bomba a világon, ami csak egyedül a hőmérőket pusztítja el, akkor mindenki meg tudja majd csinálni saját magának a saját hőmérőjét, mert most már tudja, hogy hogyan kell. Akkor nézzünk is néhány ilyen hőmérőt. Például itt láthatjátok egy ilyen teljesen átlagos mindennapi hőmérőt. Hát itt ez a hőmérő úgy működik, hogy a hőmérséklet emelkedésével ebben a kis pici alsó tartályban található színezett folyadék a térfogata kitágul. Tehát minél melegebb van, annál jobban kitágul, és
ha kitágul ez a folyadék, ami itt van, akkor erre fölfelé tud csak szabadon mozogni, és ezzel a tágulással arányosan, hogyha fölrajzolom a hőmérsékleti skálámat, akkor a tágulás nekem megmondja, hogy éppen hány fok van. Ezen kívül azért vannak másfajta hőmérők, például az a galilei féle hőmérő, illetve van ez a furcsa szerkezet, ez a bimetál, erről majd nektek szerintem mindjárt el fog Dávid mondani néhány jó kis sztorit. Galilei hőmérő, ki látott már ilyet élőben? Ő az. Azon kívül, hogy most mutatom. Ott láttak, népszerű. Jó, erről azt kell tudni, erről a hőmérőről, hogy ez egy igen lusta hőmérő, tehát ez elég sok idő kell neki, hogy meg tudja mutatni a hőmérsékletet, amit mér, de alapvetően pontos. Tehát Celsius fok pontosságra meg tudja mondani, hogy mennyi az adott közegnek a hőmérséklete. Viszont egy nagyon kis intervallumon mér csak, de abban nagyon pontos. Most azt fogjuk csinálni, hogy ebbe a két tégelybe, az egyikbe tettünk hideg vizet, a másikba meleget. Ha beletesszük a hideg vízbe, akkor a hőmérőben lévő folyadék, átlátszó folyadéknak változik a sűrűsége, megnő, és ezért benne ezek a kis bogyócskák, itt mindenki látja, ilyen sok színezett folyadékkal van töltve, ezek elkezdenek fölfele áramlani. Mondtam ugye, hogy lassú, tehát így akik közelülnek, már lehet, hogy látnak valami kis pici mozgást, de alapvetően ezek úgy vannak beállítva, és úgy mér ez a hőmérő, hogy ezek a kis golyók különböző, egy nagyon pici eltérés van a súlyuk között. És ezeken, hogyha megfigyelitek, ott, meg ott, lógnak ilyen kis emblémák. Ezen vannak számok. Celsius fokban van ráírva, hogy hány fok. És ezt úgy kell használni, ezeket a típusú hőmérőket, hogy ami a henger tetején úszik, azok közül, a golyók közül a legalsón lógó szám fogja jelenteni, hogy mekkora hőmérsékletű az adott közeg, amit mér a hőmérő. Ha várunk még egy picit, akkor valószínűleg be fog ez indulni. Szerintem, Dávid, ne várjunk, hanem tegyük át a meleg vízbe a hőmérőt, akkor és megnézzük. Nézzük meg, hogy ott hátra megmocorog. És ha ott mocorog, akkor visszatesszük a hidegbe is, megnézzük. Jó. Hogyha egy picit tovább megyünk, és ő itt hagy dolgozzon addig, akkor vannak olyan hőmérők, amik úgynevezett ilyen bimetál hőmérők. Ezt szeretném nektek megmutatni. Itt van egy bimetál. Ez, ahogy a nevében is benne van, két fém van összeszegecselve. És ennek a két fémnek különböző a hőtágulása. Na most az egyiknek nagyobb, a másik kisebb, és mivel össze vannak szegecselve, ezért a hőtágulás hatására az egyik elhajlítja a másikat. És ezt fogjuk most nektek bemutatni. Ehhez sima gyertyát fogunk használni. Ezzel biztosítjuk neki a megfelelő hőt. És ugye azt kell lássuk, hogy ez a bimetál elkezd egy picit fölfele elhajlani. Szerintem már látszik is. Ez gyorsabb, mint a galilei hőmérő, úgyhogy ez egy picit látványosabb dolog. Azt néztük, hogy vannak ugye gáznak a hőtágulása, van itt fémek hőtágulása, de lehet beszélni hőmérséklet változás hatására, mondjuk elektromos tulajdonság változással is. Tehát ahogy Dávid említette, valóban nem csak a térfogat változást tudjuk kihasználni a hőmérséklet mérésre, hanem a testeknek egy más tulajdonságát is, ami nem jellegzetesen a fémek sajátossága általában, legalábbis ők tudják a legjobban, mégpedig ez az ellenállás, az elektromos ellenállás. Tudjátok-e, hogy hogyan lehetne értelmezni a fémek ellenállását?
hőmérséklet változással egybekötve. Cukorkáért, tessék. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobban vezetnek a kézben. Ez igaz, de miért van így? Tehát minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobban vezet. De miért? Tehát, hogyha alacsonyabb hőmérséklet, nem bezegnek annyira benne az a kis. Jó, hát nagyon jó, pontosan erről van szó. Ki szeretnéd idegesíteni valamivel? Így van, tehát pontosan erről van szó, amit itt a két kollega említett, hogyha a fémekről tudni kell, hogy ők kristályrácsba, fémrácsba rendeződnek. Tanultatok már erről az órán valamikor? Valamelyik órán, hogy a fémek fémrácsba rendeződnek? Tanultatok már szerintem róla, most nagyon bátortanak vagytok, de én tudom, hogy tanultatok. El akarjátok hallgatni a tudásatokat, nem jó, nem jó. Tehát a fémek fémrácsba rendeződnek, az azt jelenti, hogy a fém atomok önmagukban, ők a saját pozíciókban ülnek egészen jól meghatározható távolságban egymástól, és ott ők rezgéseket folytatnak. Igen ám, de a fémekben vannak ugye szabad elektronok is, amik pedig az elektromos áramot szállítják, és az elektromos áram a feszültség-különbség hatására az elektronok elkezdenek mozorogni ebbe a fémrácsba, és hogyha a helyükön ülő atomok nagyon-nagyon rezegnek, egyre gyorsabban rezegnek, itt láthattok is erről egy elég informatív képet, mondjuk ezek itt az atomtörzsek, amik a rácspontokban vannak, és a kékkel jelöltük az elektronokat, hogyha ezek az atomtörzsek itt nagyon rezegnek mondjuk ebbe az irányba, akkor szegény elektron mindig beleütközik, nem tud tovább menni, vagyis ellenállással találkozik. Innen az a jelenség neve, hogy ellenállás. Egy egyszerű, ohmikus ellenállás, mondjuk egy vezető esetében, ilyen módszerrel meg tudunk mérni. Igen ám, de vezetőkön kívül vannak félvezető tulajdonságanyagok is, nekik az ellenállásuk egy kicsit másképp alakul a hőmérséklettel, de erről senki nem fog most itt hallani. Ez kicsit bonyolultabb értelmezést kíván, egyetemi szinten lehet majd megtanulni az úgynevezett sáv elméletet, és akkor meg lehet tudni. Tessék! Igen, most amit itt felváltozottál, ez az úgynevezett szupravezetés jelensége, amit érdekes módon ugyanúgy higanyban mutattak ki, mint amit most tanultuk, hogy ez nem egészséges, meg mit tudom én, nagyon ártalmas. Tudod, hogy mennyire kell lehűteni a higanyt, hogy ebbe a furcsa szupravezető? Így van, 4 kelvinre kell lehűteni a higanyt ahhoz, hogy szupravezető legyen. Na most ez is elég bonyolult, ezzel a képpel megérteni már annyira nem lenne egyszerű, ez is inkább majd egyetemi tanulmányok során fognak előkerülni, és ott megkapjátok a pontos leírást. Az a furcsa eset állt elő, hogy ehhez viszont már kvantummechanika nevű tudományákban kell egy picit jeleskedni, hogy ezt most neked kielégítően megmagyarázhassam. De hogyha akarod, az előadás végén majd megbeszéljük. Na és akkor, ahogy említettem, most Dávid nekünk mindenféle kísérleteket fog megmutatni, ami hőmérséklettel kapcsolatos, és mégsem térfogatváltozással jár, hanem ellenállás változással. Közben mondom, hogy a kísérlet nagyon egyszerű. Van egy 20, hát közel 20 ohmos ellenállásunk. Így. Nem tudom, mennyire látszódik. Nem annyira látszik sajnos. De az előrök látják. Tehát van egy 20 ohmos ellenállásunk, és ahogy mondta Peti, hogyha csökkentjük a hőmérsékletet, akkor csökken az ellenállás. Na most, ide tettem már folyékony nitrogént, tehát ugye, ami nagyon alacsony hőmérséklet. Beleteszem az ellenállást a folyékony nitrogénbe. És azt látjuk, hogy hirtelen elkezdett nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csökkenni. Tehát egész 3,2,9 a 20 ohmból. Hogyha visszakiveszem, és ugye nő a hőmérséklet, akkor ez elkezd visszaállni eredeti 20 ohmos állapotára. Jó? 8,3, 8,9. Itt a valóságban lehet azt látni, hogy a atomtörzsek valóban lehűltek. Pontosan. Kevésbé rezegnek, lecsökkent az ellenállásuk, ugye? Amikor meg melegszik föl, akkor megint elkezdenek jó nagy amplitúdóval rezegni ezek az atomtörzsek a fémrácsban, és ezért megnő az ellenállás. Ezt itt online meg lehet nézni. Igen. A másik pedig, amit szeretnék nektek mutatni, biztos vagyok benne, hogy mindenki látott már ilyet, más nem, az Audik elején,
a lámpánál szokott ilyen kis vagány dolog lenni. Ez egy LED. Na most ez narancssárgán világít így első körben, és hogyha ezt beletesszük folyékony nitrogénbe, akkor kinek van ötlete, hogy mit fogunk tapasztalni? Mit fogunk látni? Előlülők. Igen, 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 igen. Elváltozik a színe. Na lássuk. És milyen színű? Fehér. Fehér. Gyanúsak vagytok, tényleg, ti már láttátok ezt. Legyez. Nem? Akkor na, honnan tudjátok? Ha nem fehér. Hanem zöld. És ez ugyanígy visszafele is működik, tehát ahogy most nő a hőmérséklet, úgy változik vissza a színe is. Nagyszerű, csoda dolgot láttatok, ilyet azért nem minden nap lát az ember, hogy folyékony nitrogénben lehűtjük a ledet, és akkor megváltozik a színe, ez nekem nagyon tetszik. Mindig megörülök, mikor meglátom. De most visszatérünk az előadásra, legalábbis megpróbálunk. És akkor most jön a nagy kérdés, csináljunk hideget. Hogy csinálunk hideget? Mindenkinek mi az első dolog, ami az eszébe jut, hogyha hideget akar csinálni? De modernek vagytok, klíma. Hát ilyen nagyon modernek vagytok ti már. Hát először szerintem azért nem menjünk klímára, előbb csináljunk valahogy máshogy hideget. Hogyan terjedhet először is a hő, azt nézzük meg. Hogy tudunk hőt csinálni? Tehát például, hogyha nyáron, mint most is már ilyen nagyon meleg van, 35 fok van odakint rengeteg, az ember el se tudja igazából már képzelni, hogyha hideg vízbe, vagyis a poharatokba töltötök hát valaki vizet, mint itt a képen, valaki kólát, valaki egyebet, és tesz bele jeget, akkor az lehűti, igaz? Hogyan terjed a hő? Milyen három folyamattal? Valaki mond valamit, de nem hallom. Tessék? Hővezetés, áramlás és átadás. Nagyszerű, valami ilyesmi. Cukorkát mindenképpen megérdemel, parancsolj. Tehát hővezetés, hőáramlás és mondjuk hőátadás, mondjuk így is mondhatjuk. Az én nagyszüleim azt csinálták, képzeljétek el, amikor ők megfőzték a vasárnapi húslevest, és nem akarták már, hogy nagyon sokat várni, hogy lehűljön, mert ilyen melegben ugye nem annyira hűl le, akkor ők azt csinálták, hogy fogták és beengedték a kútba hideg vízbe. Na most hogyan lehet még ugye hideget csinálni? Lehet hideget párolgással vagy szublimációval csinálni, hogyha valakinek nagyon érzi, hogy nagyon meleg a hőmérséklet, egyből elkezd izzadni. Miért van ez? Azért van ez, mert a test érzi, hogy hú, nagyon meleg van, itt valamit csinálni kéne, hogyha a testünk feljebb megy, mint 42 fok. Tudjátok, mi történik, hogyha a testhőmérsékletünk nagyobb lesz, mint 42 fok? Meghalunk, így van, kicsaporik az összes fehérje a szervezetünkben, meg is halunk. Tehát a test az arra törekszik, hogy próbálja a hőmérsékletet minél lejjebb szorítani, mert az emberi test az olyan, hogy neki az a jó, hogy ez a 35-6 fok, ez így neki bevált, és ez működik. Hát, ha ettől melegebb van, akkor az ember elkezd rögtön izzadni. Miért jó ez? Azért, mert ilyen vízcseppeket nyom ki magából a bőr felületére, és ezek a vízcseppek elkezdnek párologni. A párologás meg mit csinál? Hát hőt van a szervezettől, vagyis a bőr felülettől, ezáltal hűtve a bőrünket. Tudunk még hőmérséklet változást előidézni expanzióval. Hát meg akartam kérdezni, tudja valaki, mi az expanzió, de évre van írva. Hát expanzióról akkor beszélünk, mikor egy gáznak a térfogatát kitágítjuk. Mint például egy szódapatronnál. Valaki közletek használt még ilyen nyomós szódapatront, amit magadnak kell megcsinálni benne a szódát? Igen? Na hát azért még azért vannak itt ilyen elvetemült emberek, jól van. Ezen kívül még ugye mindenféle fizikai és kémiai folyamatokkal is tudunk előidézni hőmérséklet csökkenést. Nézzünk is meg akkor egy kísérletet szerintem a szódapatronnal kapcsolatban, hogyan is működik ez. Jó. Tehát itt van egy sima szódás szifon. Kell, hogy beletöltsünk sima csapvizet. A másik, ami nagyon fontos, kell egy úgynevezett szódás patron. Na most ilyet lehet még a mai napig is a boltba venni. Ki tudja, hogy ebben mi van? Nagyon egyszerű, szóda... Széndioxid, így van. Tehát ebben széndioxid van. Olyan 4-5 bár nyomás van ebbe a kis pici fém tégelybe. Na most, hogyha ezt elkezdjük becsavarni, van egy tű benne, az átszúrja a patront, és ezáltal beáramlik a benne lévő széndioxid, és egy nagyobb térfogatba ugye kitágul. És azt már tudjátok, hogy ha kitágul, akkor viszont le is hűl.
Jó, elkezd buborékolni. Megy és bele. És hogyha lehűl a gáz, akkor mi lesz a patronnal? Az is lehűl, igaz? Jó, itt közben megmutatom, hogy ez tényleg valóban lehűl. Akkor ebből még tépvileg víz jön? Nem, azért nem ennyire egyszerű. Egyébként... Jó, fogjátok csak meg, itt lehet a legjobban, ott is majd, de itt lehet a legjobban látni ezt a hőmérséklet csökkenést. Ennek a szódapatronnak a hűléséhez nagyon hasonló, hogy... Valaki mondja, vagy legalábbis lehet valójában csinálni, mint de? Nem tudom, láttátok-e a Dumb és Dumber című filmet? Aha. Nem, hogy már ne lássátok, köpked, azt mindenki bocs. Látta. Ebben volt egy ilyen rész, hogy el akartak vinni egy aktatáskát egy Samsonite nevű lánynak, mert az ott az aktatáskára írva, de ez igazából nem ugye a lány neve volt. És elvitték valahol, nem tudom, a hegyekbe, Aspenbe, és akkor beleültek egy ilyen sífelvonóba, és akkor Dumber, ez mindig összekerül, melyik a szőke, mindegy, a szőke fickó, fogta és megnyalta a sífelvonónak az útját. Igen, ám, de olyan hideg volt, oda ragadt a nyelve. És akkor szegény nem tudta elvenni, és akkor kérdezte tőle a partnere, hogy na mi van, nem jössz? Á, nem, még foglalom egy kicsit a helyet, így mondta a másik, de nem tudta elengedni, ugye a nyelve odaragadt teljesen. Vigyázni kell ezekkel a patronokat, tehát nem nyalogatni, de most azért, hogyha valaki megfogta volna és hozzáragadt volna az ugye, ezért semmi komoly dolog nem történt volna, nyugtassuk meg itt az embereket. Persze. De itt is hozzá lehet volna ragasztani a nyelvünket például a szódapatron, az egy pillanatra. Igen. Most a másik kísérlet, amit itt a témával kapcsolatban szeretnék nektek megmutatni, az ugye a párolgással kapcsolatos. Én itt már előkészítettem. Van itt egy sima ilyen kis tálcánk. A lényeg az, hogy ez egy szigetelő felület. Egy hungarocell. Egy hungarocell, igen. Tehát cseppentettem rá egy pici vizet. Van egy ilyen óraüvegünk, sima kis homorú, domború üveg. És erre, ezt ráteszem ide a vízre, és erre cseppenteni fogok, úgy hívják ezt, hogy dietil éter. Csak simán éter. Erről azt kell tudni, hogy egyébként egy baromi büdös dolog, szóval majd ne lepődjetek meg. Igen. Tehát én ebből már így próbáltam szívogatni, de úgy nem az igazi. Úgyhogy így majd önteni fogunk. Szerintem csak töltsünk rá, aztán kész. Hát ezt már amit felszívtam, amit teszem. Jó, oké. Jó, ennyi. Jó, még én töltök, hogy biztos, hogy mindenki érez, hogy jó büdös van. Az igen. Megszaladt. Tutira mindenki érez. Durva. Na most van baj, mert ráöntöttem hungarocellre. Igen. Azt a betyárját. De semmi gond, tehát itt azt kell tudni, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elkezd párologni. Igazából azt kell lássuk, hogy ez az óraüveg és az alatta levő víz, az így összefagy az óraüveg, a víz, meg így a hungarocell. És ezt így az egészet föl lehet emelni. Képzeljétek el, odafagyott sikerült, a víz. Sikerült. És most a fagyott vízzel emelem fel ezt a hungarocell darabkát. Remélem elhiszitek. Mondjuk te gyerek és próbáld ki, hogyha hát ha neked jobban elhiszik, mint nekünk. Vetköznek. Nyugi, itt sincs kevésbé büdi, mint ott, úgyhogy ne aggódjál. Szerintem te is próbáld meg így emelt föl. Neked is működik, ha minden igaz? Sikerült. Jó, hát tapsoljuk meg a kis hölgyet. Tehát, akkor láttuk, hogy ez működik, ez a dolog. Na térjünk vissza akkor megint az előadásra. Aztán nézzük meg, hogy hogyan és miképp és mivel és meddig lehet csökkenteni a hőmérsékletet. Hát mivel csökkentjük a hőmérsékletet elsőre, rögtön mindenki azt mondja, hogy klíma helyett ugye hűtőgép. Tudjátok-e, hogy működik a hűtőgép? Nagyon okosak vagytok. Bedogod a konnektorba, csinálja a hideget. Ennyi. Igen ám, de hogy csinálja a hideget? Tessék? Képzeld, de nem folyadék van benne, hanem gáz. Ezt add össze. Gáz van benne, igen, de ugyanez a struktúra ez, hogy ugye a gázt, hogyha összenyomom, fölmelegszik, ez ott hátul, amit láttok rá, csinálod, szépen lehűl, aztán egy nagyon vékony kis pici lukon keresztül beáramoltatják a belső térben, amit nem láttunk, de ott belül is vannak csövek a hűtőben, oda beáramlik és ott lehűl. És ami meleg ott van a hűtőben, azt így szépen eltünteti onnan. Na de, ismeritek a Tom és Jerry rajzfilmeket? Volt abban egy rész, emlékeztek, mikor Tom és Jerry korcsolyázni akart a konyhában? Na nézzük meg, mert teljesen véletlenül éppen ide került valahogy.
És majd lesz egy kérdésem. Itt ugye rögtön látjuk. Bocsi. Tehát Jerry és a kisegeret hogy hívják ti, tudjátok? Én nem tudom. Nem ez a Jerry, ez a barna, ez a másik kicsi, ezt nem tudom, hogy hívják. Nem mondják. Tehát ők eladták az egész konyhát. Vagy unokatestvére? Tessék, tessék. Ja. Most már fog látszani, nyugi. Most kitalálja Jerry, hogy hoppá, beledug két csövet a vízbe. Jön a másik kis mókamester. Hopsz, fagyasztásra állítja a hűtőt. Aztán nézzük, mi történik. Azt a mindenit, hát megfagyott az összes mindenség. A betyárját, minden megfagyott. Tehát most sajnos egyenlően csak eddig tart a mese. Eddig tartott a mese. És akkor most jön a kérdés. Na, majd előd este megnézzük, oké? Okay? Na, most jön a kérdés. Amit láttatok itt, hogy megfagyott a víz, meg minden, azt meg lehet-e valóban csinálni? Nem. Ki mondta, hogy nem? Miért nem lehet megcsinálni, szerinted? Hát egyrészt nem tud olyan gyorsan megfagyni, de mondjuk neked ilyen szuper jó hűtőd van, ami mégis képes lenne ilyet csinálni. Hogy? Meg lehet? Miért lehetne szerinted megcsinálni? Nem tudod, nincs tipped, csak úgy mondtad. Hát nagyjából igen, gyakorlatilag ugyanaz. Meg lehet? Miből gondolod? Nem lehet. Tessék? Hát végül is nem tudtad ilyen Nagyon jó, pontosan erről van szó. A hűtő nem tünteti el végleg a hőt, hanem csak az ő belsejéből tünteti el a hőt, amit ő belülről eltüntet, azt viszont kívül leadja. Tehát, hogyha én kinyitom a hűtőajtót, vagy valami, akkor nem fogám lefagyni az egész szoba. Most lelőttem egy csomó ilyen mesés poént sajnos, de higgyétek el, fizikából ez igazság. Tehát amit ő belül hűt, az kívül leadja, mint hőt. Ez nagyon érdekes, azért ez nem teljesen egyértelmű. No, tehát akkor hűtőgéppel le tudjuk hűteni a hőmérsékletet olyan 5 fokra mondjuk, fagyasztóval mínusz 20-ra nagyjából, de azért hát érezzük, hogy ez ettől azért még van lejjebb is egy picit. Na most nálunk az atomkiba vannak olyan berendezések, amiket úgy hívjuk, hogy gázcsepp folyósító. Itt láthatok egy ilyen nagyon régi orosz típusú gázcsepp folyósítót. Erről azt kell tudni, hogy mikor bekapcsoljátok, akkor az atomkiba úgy más nagyon nem annyira lehet bekapcsolni, annyi áramot fogyaszt. Ez egy roppantul energiaigényes folyamat, míg a gázokat cseppfolyósítjuk. Itt láthatjátok, hogy gázcseppfolyósító segítségével például oxigén, nitrogén, hidrogén és hélium milyen hőmérsékleten tudnak kicsapódni. Hát ez, amit itt láttok, ez egy hélium cseppfolyósító. A héliumot látjátok 4 Kelvin hőmérsékletűre. Le kell hűteni azt, hogy kicsapódjon és folyékony legyen belőle. Itt láthatjátok ugyanaz a fickó, érdekes módon, de láthatjátok a modern berendezést, hát egy kicsivel egy kisebb és energiabarátabb is, és ezzel is ugyanúgy héliumot állítanak elő, csak ez sokkal-sokkal már kevesebb energiát fogyaszt. Tényleg azt a gyertet szerintem fújd el, Dávid, most már tönkre megy teljesen. Igen ám, de van ám az atomkének egy másik nagyon érdekes pontja, ami az atomki egyik leghidegebb pontja. Itt található ez a kis alsó kis kocka, itt nem tudom mennyire látszik, ez ilyen fémszínű kocka. Annak a belsejében 6 millikelvin a hőmérséklet, képzeljétek el. Ezt meg tudjuk az atomkiba csinálni. Én akkor mindig el szoktam mondani, hogy képzeljétek el, hogy az egyik leghidegebb pontja az univerzumnak az atomki, mert hogy ott 6 millikelvin tudunk csinálni. Ilyen hideg még az űrben sincs. Tudjátok hány fok van? De jó, nem ér puskázni, hé, nem ér puskázni. Hát puskázni nem ér. Mondjuk hátulról valaki tudja, hogy hány fok van az űrben odakint? Mennyi? Mennyi? 2,4. Hát igen, ilyen 3 Kelvin körül hőmérséklet van, de ti is puskáztatok szerintem, gyanúsak vagytok nekem. Na, akkor neked csak súgtál. Már ott a Wikipédia már megjelent a telefonon. De. Besincs kapcsolva. Na, valaha elért legalacsonyabb hőmérséklet, az pedig 100 pikokelvin. Hát az nagyon-nagyon hideg, azt higgyétek el nekem, hogy az borzalmasan hideg. Az már nem ilyen hétköznapi hideg, mondjuk már ez a 4 Kelvin se ilyen hétköznapi hideg, hogy fogod, mint a fagyasztószekrényt kinyitod, oda nyomod az ujjad, egy picit oda ragad, aztán elveszed, és érzed, hogy ah, de jó, szuper. Ez nem olyan hideg, hogyha egy ilyen 4 Kelvines dologhoz oda nyomod az ujjad, ott maradt, kész, lefagyott, annyi.
elveszed, de az ujjad ott marad. A kezed elveszed, az ujjad ott marad. Tehát azért nagyon óvatosan kell bánni az ilyen hideg dolgokkal. Tessék! Nagyon jó kérdés, ez cukorkát érdemel. Parancsolj! Ugye megbeszéltük azt, hogy a kérdés az volt, hogy nulla Kelvint el lehet elérni. Vagy tudnak-e valaki elérni. Megbeszéltük ugye, hogy a Kelvin skála alsó pontja az abszolút nulla pont. Igaz? Na most ez egy elvi határ. Elvi határ, ez bizonyos matematikai és fizikai megfontolások összességén alapulva ki lehet számítani egy ilyen elvi határ, hogy mennyi lehet a hőmérséklet, amikor tényleg minden már semmi nem játszik szerepet. Viszont ezt elérni nem tudjuk. Legalábbis a mai tudásunk szerint. Fizikailag nem. Amit ma tudunk, gyakorlatilag ezt gyakorlatilag bármilyennyire megközelíthetnénk, de elérni nem tudjuk. Most az a bármennyire megközelíthetőség, ez most pont itt jár a 100 pikó Kelvinnél. Ez is már nagyon-nagyon közel van az abszolút nullához, de sajnos nem abszolút nulla. Tehát a kérdés a válasz, hogy nem lehet elérni gyakorlatban. Ez egy elvi határ. No, akkor nézzük, hogy milyen kutatások is folynak az atomkiban. Az atomkiban anyagok viselkedését kutatják ilyen extrém alacsony hőmérsékleten. Miért érdekes ez? Például azért, mert képzeljétek el, hogy az űrbe, hogyha ki akarunk juttatni egy műholdat, tegyük fel, hát ugye van egy rengeteg csomó műhold, kering már a Föld körül, ezt mindenki tudja, nem mondok semmi újat vele, azoknak bizony extrém körülményeknek kellene megfelelniük. Például el kell viselniük ezt a 3 Kelvin körüli hőmérsékletet, ugye? Ahhoz, hogy viszont tudjunk olyan anyagokat és megfelelő elektronikát és minden egyebet kifejleszteni egy ilyen műhold följutatásához és működtetéséhez, nagyon komolyan meg kell vizsgálni a fémek, félvezetők tulajdonságait, hogy hogyan reagálnak ilyen extrém körülményekre. Hát a szupravezetést is ide felírtuk, de azért az kicsit bonyolultabb ügy, ezt már megbeszéltük, ebbe most nem megyek bele igazából. Tehát az atomkiban ilyen irányú kutatásokat végeznek, hogy az anyagok tulajdonságát ilyen extrém körülmények között, mint például folyékony nitrogén hőmérséklet, vagy folyékony hélium hőmérséklet, megtudjuk. Szerintem itt most jön egy kísérlet, amit már Dávid elég jól lelőtt mindegyiket. Lett volna kísérleted? Hát az szupravezetés. Hát meglepő fiú ez a Dávid. Akkor mégiscsak a szupravezetőt megnézzük. Legalább próbáljuk meg. Legalábbis megpróbáljuk megnézni. Igen, működik-e. Tehát most azt mondjuk, amit itt láttok. Tehát itt megint egy hungarocell, benne egy szupravezető, meg egy pici mágnes kell hozzá, meg egy kis lap, amivel megmutatom, hogy ez nem a David Copperfield show. Ez a szupravezető egyébként úgynevezett magas hőmérsékletű szupravezető. Miért magas hőmérsékletű? Mert már folyékony nitrogén hőmérsékletű, már szupravezet. Hát szemben mondjuk a 4 Kelvinnel, ugye ez tényleg magas, de azért nekünk a folyékony nitrogén hőmérséklet, az a mínusz 196 fok, azért nem tűnik olyan nagyon melegnek. Egyébként tudni kell arról, hogy ez egy kerámia ötvezet, mondjuk, ez a szupravezető. Szerintem elég lesz ma az a nitrogén, ne töltsél rá többet. Azt kell tenni róla, Dávid, hogy ezt nem nagyon szabad fogdosni. Mert mindenféle itterbium, meg mindenféle furcsa dolgok vannak benne, úgyhogy majd az előadás után kezet kell mosni. Oké. Okay. Nyalogatni meg aztán végképp nem szabad. Látszik ez a kamerán? Hát valami látszik, de nem olyan nagyon jó. Most már talán látszik, hogy átült, már nem bugyborékol annyira. Szerintem töltsd le róla a nitrogént, hogy nehogy azt mondják itt, hogy hazudunk. Hogy azon úszik. Nyugodtan töltsed le. Hú, mindet. Jó, oké, elég. Jó. Tehát a feleséget leöntöttük. Itt van egy kis mágnes, és ezt fölé tesszük, akkor ez elviekben lebeg. Szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy lebeg. Szemmel láthatóan, igen. Próbáld meg aládugni azt a kis darab papírt, hogy látszódjon, hogy nem csalás, nem ámítás. Valaki ide jön? Igen, te. És akkor, publikáld itt a... Lebeg. Úgy néz ki, mint egy... Igyekszem ugye átdugni alatta, tehát ez csak nagyon vastag alap. De ezt a papírt. Nem kell ettől félni, nem ezt meg. Aha. Megfagy a papír. Nagyon érdekes. A papír nem fagy tud meg. Megfagyni. Most mondd meg. Hihetetlen, igen. Nem? Bebuktad. Nincsen cukorka. De köszönjük szépen, hogy itt. Na még egyszer rádugom, hogy a kamerán lehet látni? Ops. Hát a kísérleti fizika egyik szépsége. Milyen golyó? Ah, szuper, szuper.
Mégis működik, hát igen. Hihetetlen. Végre valami, ami működik ma. Tök jó. És akkor most tegyük át a meleg vízbe. Csináljunk kísérletet. A kis sunyit csendben lassan itt. Hát, hihetetlen. Még jó, hogy szóltatok. Köszi. Na jó, kapsz egy cukorkát. Tessék. Na ne veszetek össze. Akkor mindannyian kaptok egy... Na jó, az Ácsi. Látjátok? Itt látjátok. Azért ennyire már nem... Nehogy lemaradjatok. Itt közben látjátok, hogy lefele megy ez a kis bogyó. Itt ezt kell nézni, ezt a golyót. Így van. Tehát működik a dolog. Ez az. Végre valami működik. Ah, de boldog vagyok. Na, akkor most megnéztük, hogy hogyan és miképp tudunk hideget csinálni. Hát most akkor csináljunk meleget. Növeljük a hőmérsékletet. Hogyan tudunk hőmérsékletet növelni? Hát például, megint csak nagymamáimat tudok például hozni, hogy ők ilyen vasalót használtak például. Látott-e már ilyet valaki közületek valaha? Hát akkor ezt mindenki ismeri. Hogy működik, ki tudja? Tessék. Így van, szenet raknak bele, az fölmelegíti a vasalót, és aztán ezzel a meleg vasalóval vasalják a ruhát. Így van. Tehát most megint ugye hogyan csinálok meleget, hogy hővezetéssel csinálom a meleget, ugye? Hogyan tudok még meleget csinálni? Hősugárzással. Hősugárzás az hogy csinál nekünk meleget? Hát sugárzással, benne van a nevében. Ilyen például a napból érkező meleg napsugarak, amikor kiállsz nyáron a napra, akkor érzed, hogy melegíti az arcodat. Hogyan tudunk még meleget csinálni? Hát elektromos ellenállással. Ugye azt megtanultátok az előbb már, nem régen, hogyha valamit lehűtök, akkor lecsökk az ellenállása. Hogyha valamit fölmelegítek, akkor annak megnő az ellenállása. Igaz? Tehát, hogyha valami nagy ellenállást teszek az áram útjába, akkor az bizony föl fog melegedni. Így működik, képzeljétek el a vasaló, vagy a Edison által már említett, föltalált izzókörte. És ezen az elven működik, az átfolyó áram ellenállásba ütközik a izzószálban, ezért az fölmelegszik, és ilyen fehér fénnyel világít. Hogyan tudunk még meleget csinálni? Például gázoknak a hőmérsékletét úgy tudjuk emelni, hogy kompressziót alkalmazunk rajta. Ez azt jelenti, hogy összenyomom a gázt, akkor fölmelegszik. Dávid említette nektek ezt az érdemes vagy egyesített gáztörvényt, az mondja meg, hogy a nyomásváltozás hatására hogyan változik a gázok hőmérséklete. De például mindenki, hát nem tudom mindenki, de elég sokan találkozhattak már életükben biciklipumpával, hogyha azt is elkezded a biciklipumpát, ugye a kereket vele felpumpálni, akkor azt is fogod érezni, hogy felmelegszik. Na mondjuk oké, ez egy kicsit csalás, mert nem csak a gáz összenyomása miatt melegszik fel, abban van egy kis súrlódás is, de azért ez történik ott is nagyjából. Aztán tudunk még exoterm kémiai és fizikai folyamatok révén hőmérséklet változást elérni. Ilyen például az égés, ami egyébként oxidáció, egy ilyen szép lángot láttok, illetve láthattok nátrium-hidroxid oldódását vízben. Na most szerintem ide, ja, még a legfontosabbat nem mondtam, az egyik legfontosabbat. Hőmérséklet változást tudunk elérni mikrohullámmal, ide is tettünk egy mikrohullámú sütőt. Ki tudja, hogy működik a mikrohullámú sütő cukorkáért? Tessék! Hát megnyomulhatok ki gombáját, és azt melegedik fel, és azt melegedik fel az ételt, vagy amiben. Nem. Képzeld el, nem így működik. Ennél egy kicsit agyafurtabb a történet. Valaki más tudja, hogy működik a mikrohullámú sütő? Ha-ho, cukorkát adok érte. Ki tudja? Az előbb itt jelentkeztetek, hogy működik, nem? Tessék? Nagyon jó, de a mikrohullám hogy melegíti fel az ételt? Bedugjuk a konnektorba egyrészt. Hát valami ilyesmi. A mikrohullám az elektromágneses sugárzás valóban, de ettől még nem meleg az étel. Elnyeri. Igen, erről van szó egyébként, hogy a mikrohullámú sütő magából mikrohullámokat bocsájt ki az étel irányába, és az ételben elég sok vízmolekula van. A vízmolekuláról mit kell tudni? A vízmolekula poláros. Azt jelenti, hogy az egyik oldala az inkább pozitív szeret lenni, a másik inkább negatív szeret lenni. És hogyha jön egy ilyen elektromágneses hullám, mint mondjuk a mikrohullám, akkor ő ugye az ő polaritását váltogatja a hullám formájában, és akkor a vízmolekulát mindig az ő irányába akarja beállítani. Igen, ám, de a vízmolekula az akkor elkezd össze-vissza forogni, rezegni, súrlódni, dörgölődni a többi molekulához, és emiatt a súrlódás miatt, mint a bicikli pumpánál, ahogy nyomkodod, ugye fölmelegszik, az étel fölmelegszik a vízmolekulák súrlódása miatt. Tehát így működik a mikrohullámú sütő. És akkor szerintem most jött el az idő, hogy kísérletet csináljunk ismét.
Így van, kérnék két önként jelentkezőt. Menjen, szerintem onnan hátulról jön most valaki, mert itt az elsők nagyon aktívak, de hátul nagyon mindenki ilyen csendben van. Valakit hát, ott az úriember jelentkezik. Igen, itt. Ketten is. Szia. Dávid, szia, gyere, szia, Dávid. Parancsoljatok. Igen, lehet tapsolni. Kaptok egy-egy kesztyűt. Ide. Kaptok egy-egy kesztyűt, jó? Amíg kell, fogjátok a porrat, majd az arra kell főhúzni. Na most azt kell tudni a vegyszerekről, hogy az egyik az káliumnitrát, a másik így meg van. Nátriumhidroxid. Így van. Kémiai anyagok, ezért kell a gumikesztyű, hogy nehogy a kezetekre fölcsönni és mondjuk szétmarja, vagy igen. Ilyesmi. Azért kicsit óvatosan majd, jó vele? Még mielőtt elkezdnéd te szaglászni, tehát nem, ilyet nem csinálunk, hanem maximum így, de ez sem kell most. Jó, egyik az egyik, őtöké, másik a másik ótoké. Egy-egy pohár. Jó, és annyi a feladat, hogy ezzel a kanállal egy olyan jó emberes mennyiséget egy evő kanállal ide meg ide beletesztek. Tökéletes. Tudni kell egyébként, hogy a fizikában akármilyen kísérlet van, mindig a hőmérséklet változása jelzi a legmagasabban. És akkor feletett lesz, hogy csak kavarjunk. Szóval most, igen, kavarjunk. Aztán szóljatok, hogy mi a... Célszerű a fülénél fogni, mert hőmérséklet változás következik be. Megfontoltan, koncentrálva. De mind a kettő oldódik vízbe. Ez a nátriumhidroxid, ez pedig a káliumnitrát. Na és mit? Éreztek és már valami változást? Az alját egy picit, hogyha megtapogatjátok, akkor mit éreztek? Az meleg? Szuper, akkor te vagy a meleg, és akkor te hideg. Milyen vagy? Hideg. Nem úgy. Ez meleg, az hideg, már mint a poharak és a benne lévő. Köszönjük szépen. Igen, csak ezt megtarthatjuk. Megtarthatjátok emlékben. Nekem jár két cukor egyébként. Kettő? Kettő is jár? Akkor... Egyet a villanykörtéért kaptam, a másikat meg hogy... Parancsolj. És akkor kaptok ajándékba plusz egyet, meg kijöttetek, oké? Köszi. Ügyesek voltak, megérdemlik a tapsot valóban. Na és az idő elszállt egy kicsit, úgyhogy felgyorsítunk. Nézzük meg, hogy meddig növelhetjük a hőmérsékletet. Hát a hőmérsékletet mondjuk, oké, égéssel, például fa, meg szén, meg olaj, meg gáz, meg minden egyéb ilyen éghető anyag eltüzelésével egészen olyan 1600-1800 fokig tudjuk növelni. A vasnak az oldáspontjait lehet is látni, 1600 fok körül van. Az aranyé pedig csak 1060. Tehát ilyen aranyat meg vasat ezzel nagyon jól tudunk olvasztani. Igen ám, de hát azért lehet ennél sokkal melegebbet is csinálni. Van egy ilyen termit nevű anyag, amivel 2400 fokot elképesztő, 2400 fokos hőmérsékletet tudunk elérni, de ezt a termétet használják például, amikor a sínelemeket egymáshoz hegesztik. Ilyen magas hőmérsékleten folyik végbe, vagy folytatják le ezt a sínhegesztést. De van ez a furcsa nevű dicianoacetilén nevű anyag. Ez viszont nagyon nagy furcsa állatfaj, mert az ő hőmérséklete, égési hőmérséklete 4987 fok, elképzelhetetlen 5000 Celsius fok. Viszont, hogyha ózonban égetjük, akkor viszont még magasabb. Hihetetlen. De vajon ez a felső határa? Az a válasz, hogy nem. Ugyanis tudjuk azt, hogy van egy plazma nevű képződmény a természetben. Mit tudtok a plazmáról? Ismertek-e plazmát? Tud-e valaki plazmát mondani? Csillagszövet. Hogy? Milyen arancs. Ja, nem az a plazma, nem az a plazma. A csillagszületeges plazma itt nem játszik most. Tessék? Hát ott is, de ott is plazmának hívják, igen, de ez nem fizikai értelemben lett plazma, hanem biológiai értelemben lett plazma. Még egyszer? Jaj, de rafinált, hát lepuskázza az ábráról. Igen. Na tehát akkor először is beszéljük meg, hogy mit kell tudni akkor a plazmáról. A plazma
nem egy énekes, vagyis hát az is, de itt a fizikai értelmet plazma, az hát úgy szokták definiálni, mint negyedik halmazállapotot, viszont ez nem negyedik halmazállapot. Nem is halmazállapot, és nem is negyedik. És akkor mik a jellemzői egy ilyen plazmának? Benne pozitív és negatív ionok, elektronok és semleges részecskék találhatók meg. De az a nagyon furcsa tulajdonság van, hogy kifelé viszont semleges. És a ionokban vagyis a plazmában az ionok elég közel vannak egymáshoz, viszont az ionok mindannyian pozitív töltésűek. Mi következik ebből? Hogy a pozitív töltések ugye rögtön taszítani fogják egymást, tehát ők szeretnének minden távolabb menni egymástól, azaz a plazma az összes rendelkezésére álló helyet állandóan szeretné kitölteni. Ezen az ábrán láthattok néhány plazma példát, itt a X-tengelyen a sűrűséget adjuk meg, a sűrűséget 1 per köbcentiméterben. Tudjátok, hogy nagyjából mennyi az 1 köbcentiméteres térfogat? Elárulom nektek, hogy az akkor körülbelül, mint egy kocka cukor nagyjából. Azon 1 centiszer, 1 centiszer, 1 centis. A függőleges tengelyen, az Y-tengelyen a hőmérséklet látható, de például itt a kis, hogy mondta az ICF plazmát, lepuskázt nagyon ügyesen, az például már egy elég sűrű plazma és nagyon magas a hőmérsékletű. Például majdnem a hőmérsékleten nagyjából a nap hőmérsékletével vetekszik. Na de, hol találunk a természetben plazmát? Hát plazma a természetben például a nap és a más csillagok. Plazma állapotban található például az univerzumnak a 99,9%-a, ilyen plazma például a napszél, a bolygóközanyag, és így tovább, és így tovább. A Földön viszont a Földön is találtunk viszont plazmát, nagyon ritkán, de lehet találni. Ilyen plazma például a villám, vagy ez a Szent Elmó tűze nevű dolog. Ez a Szent Elmó tűze, ez a régen a vitorláshajók árbócának, vagy a kereszt léceinek a csücskénél az elektromos tér miatt megjelenő fényes ilyen kisülés volt. Vagy például ilyen az a vörös lidérc, ami a viharfelhők fölött lehet néha látni, de nagyon ritkán lehet csak tapasztalni. De az ionoszféra is plazma állapotú, a plazmaszféra is, a sarki fény is plazma maga, és a lángok is plazmából vannak. Na most erre gyorsan meg is nézzünk egy bizonyító erejű videót. Nézzük meg, szerintem Dávid ezt magyarázd el gyorsan. Igen, hát a következő történik, ugye van két kondenzátor lemezünk, közötte egy gyertya, ami ég. A kondenzátorokra a feszültséget kapcsolunk egy sima, egyszerű tápegységgel. Ahogy látjátok, megy fölfele a mutató, tehát egyre nagyobb kilovolt feszültséget kapcsolunk rá, és amit látunk, hogy a gyertyának a lángja így elhajlik, olyan, mint hogyha fújná el. Na most ennek az a magyarázata, hogy a lángban van plazma, ahogy mondta Peti, plazmában elektromosan töltött részecskék vannak, és a pozitív töltésű részecskék, azok a negatív irányba fognak elkezdeni vándorolni. És gyakorlatilag ezt látjuk. Na most a kollega itt lekapcsolta a tápegységet, visszaállt a láng az eredeti állapotára. Utána visszakapcsolta, most egyre nagyobb feszültséget adunk rá, így a végeredményben egy 8 kV-ot fog elérni, és meglátjuk, hogy mi fog történni, hogyha már nagyon-nagyon-nagyon elhajlik. Mire tippeltek? Igen? Na meglátjuk. Jó, mennyire jár? Hát most már majdnem 6 kiló volt. 6? 6 és fél. Az egy küzd a gyertya. Mindjárt 7 kiló volt. Hopp, és elaludt. Tehát az lehet látni, hogy akár ilyen elektromos térrel, akár tűzoltást is végezhetünk. Nézzük meg, hogy hol található a Földön mesterséges plazma. Hát mesterséges plazma van például a fénycsövekben, amik például itt fölül is vannak a világító testekben, vagy a kompakt fénycsövekben, de a neoncsövekben is plazma van. Ugyanis az ilyen fénycsövek és neoncsövek úgy működnek, hogy elektromos feszültséget kapcsolunk a két végére, és a feszültség hatására ionok keletkeznek, és azok gerjesztődnek, aztán az alapállapotban történő visszatérés folyamán ők fénycsugároznak ki. Hát az, hogy milyen színű fényt, az sok mindentől függ. És itt ugye az a különbség, hogy a fénycsőnél ott a fénypor, amit fölvisznek a csőre, az fog fényt kibocsájtani. A másiknál ott meg maga a gáz fog fényt kibocsájtani. Tehát látható. Aha. Természetesen.
De plazmával találkozhatunk például plazma tévékben is, azok is plazmát használnak az ő működésükhöz, a színek megjelenítéséhez, úgy alkotják a színeket a képeken. Atomkében is előállítunk plazmát, ebben a berendezésben, amit itt láttok, ez egy elég nagy darab valami, ez egy ECR nevű ionforrás, itt láthatjátok a nevét, elektron ciklotron rezonanciás ionforrás. Azt kell tudni róla, hogy ugyanúgy működik majdnem, mint egy mikrohullámú sütő, de egy mikrohullámú sütő az olyan nagyjából 800 ezer wattot fogyaszt, hát ez olyan 150 ezeret egy bekapcsolással. Tehát egybeásra raksz 150 mikrohullámú sütőt, bekapcsolod, és megkapod az ECR ionforrást. Na most itt lehet látni, hogy a különböző elemekből készült, meg molekulákból készült plazmáknak nagyon eltérő színe is lehet. Sőt, az atomkiban olyan kutatást is folytatnak, ahol fullerén molekulából csinálnak plazmát, abból is lehet plazmát csinálni. Szinte bármi, a periódusos rendszer szinte bármely elemiből képesek vagyunk plazmát csinálni. Ez a kutatás azért érdekes, mert bár a plazma legsűrűbb állapota az anyagnak az univerzumban, a Földön nagyon kevés található belőle, és nagyon keveset tudunk róla. Azért is érdekes még a plazma tulajdonságait kutatni, mert úgynevezett fúziós reaktort szeretnénk, az emberiség szeretne csinálni. Hát mi ez a fúziós reaktor? A fúziós reaktor azt szeretné, hogy lekoppintani tulajdonképpen a napban zajló energiatermelő folyamatot. Tehát ő hidrogénből szeretne héliumot előállítani, és ezáltal rengeteg sok energiára szert tenni. Ugye a napból állandóan érezzük a hőt, meg az energiát, hogy áramlik a Föld felszínre, ugyanezt szeretnénk egy ilyen fúziós reaktorba is megcsinálni. Igen ám, de itt azért sok probléma fölmerül. Említettem nektek azt, hogy a plazma az egy olyan tulajdonságú anyag, ami szeretné kitölteni az összes rendelkezésre álló teret. Ugye? Akkor, hogyha egy ilyen gyűrű alakú fúziós teret én csinálok, ahová beleteszem a plazmámat, ő szeretne ott rendesen kiterjedni. Igen ám, de ez a plazma, amit egy ilyen fúziós reaktorban megfordul, kísérletileg már csináltak egy-két ilyen gyengédebb kísérletet, az ilyen több, akár több millió fokos is lehet ez a plazma. Elképzelhetetlen. Több millió fok. Hogyha ez a több millió fokos valamit hozzáér a oldalfalhoz, akkor elpárolgott, kész. Ezért van az, hogy ez a fúziós reaktor a legtükkösebb dolog a világon, ő kettő az egyben. Ő nagyon hideg és nagyon meleg. A plazma, mint ugye tudjuk most már, pozitív és negatív töltésű részecskék alkotják, de kifelé semleges, viszont a pozitív és negatív töltésű részecskékre mágneses mezővel tudunk hatni. Ugye? Mert az elektromosság és a mágnesesség nincs egymástól olyan távol. Hogyha én ezt a plazma kamrát körbeveszem szupravezető mágnesekkel, amik képesek elég nagy mágneses teret kelteni, akkor ezt a plazmát kordában tudják tartani, hogy ne érjen hozzá a falhoz. Igen ám, de a szupravezető mágnes hűtéséhez viszont nagyon hidegre van szükség, 4 Kelvin hőmérsékletre. Tehát azt lehet elképzelni, hogy ez a fal itt oldalt mondjuk 4 Kelvin hőmérsékletű, ez a lila valami, ez meg 100, nem tudom, 10 millió fok. Hihetetlen. Jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna mára. És további szép napot kívánunk, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!